Üdvözletem, ez itt a Horoszkóp, és úgy gondoltuk Zebrával, aki a Butter is Not Included csatornának a vezére, hogy csinálunk egy ilyen közös podcast jellegű dolgot, amihez ő szívesen adta a nevét, és ebben az első adásban arról szeretnénk beszélni, hogy hogyan is kezdődött a horror iránti szeretet a mi életünkbe. Hát köszönj be te is akkor, Zebra! Sziasztok! Akik ismerik a Butter is Not Included-ot, azok már találkoztak velem, akik pedig nem, annak Zebra vagyok, és hát mondhatjuk azt, hogy hasonló mértékben kedvelem a horrort, mint ahogy Horoszkóp úgy általában az én csatornámon is ilyen témák mennek, mondjuk én általában figurákkal, meg filmes kiadványokkal foglalkozom, de mondom, akik ismernek, azok vágják, akik nem, azok meg majd csekkolják le a csatornát. Így van, nagyon szép beköszönés volt. Egyébként csináltam egy interjút, ami a Movie Hunting nevezetű csatornával készült, és meg is feltettem ezt a kérdést, amit most neked fogok feltenni, így első között, hogy ez egy összetettebb kérdés. Tehát, hogy mi volt a legelső horrorfilm, amit láttál életedbe, hány éves voltál, amikor az megtörtént, milyen hatással volt rád, és hogy mostani szemeddel az a film hogyan öregedett. Kíváncsi vagyok rá, mesélj bőven. Húha! Hát ezt ilyen több részre kéne osztani, mert nem emlékszem pontosan, mi volt az első horrorfilm, amit láttam. Gyerekkoromból vannak emlékek, ilyen félszemmel, takaró alól, tudod, meg unokatesóméknál videókazettán néztünk valamit, és az, ami nagyon megmaradt, az a Kukorica gyermekeinek azt hiszem a negyedik része, amiben van az a jelenet, hogy így a kassa repül végig a folyosón, meg akkor negyedik része, ugye? Azt hiszem az a... Házban volt az a rész, igen, hogy repült a kassa a folyosón. Igen, és abban van egy olyan jelenet, ami nagyon megmaradt, amikor a hölgy a földön fekszik, és a kaszával így lecsapnak rá, és így feltartja a kezét, és levágja négy ujját a kassa, így lecsapja. Ez a jelenet éget belém a legjobban egyébként, meg ez a repülő kassa, meg azt hiszem a gyerekeknek túlít ki a foguk, meg ilyenek. Úgyhogy talán ezt mondanám, az, ami legélénkebben él bennem, és legkorábbról emlék horrorfilmes. Az az igazság, hogy azóta én nem igazán kedvelem a Kukorica gyermekei szériát, tehát ha már így az öregedésnél tartunk, szerintem nem egy jó horrorfilm széria a Kukorica gyermekei, de hát akkor abban az élethelyzetben természetesen tökéletes volt arra, hogy tele legyen tőle a gatyám. Egyébként meg... amit hivatalosan szoktam mondani, hogy az első horrorfilm, amit láttam, és ezt azért szoktam hivatalosan ezt mondani, mert ez volt az első olyan horrorfilm, amit magamtól tettem be, tehát egy haverom kölcsön adta, még általános iskolában, 7.-8. környékén. Hazavittem, beraktam a lejátszóba, és megnéztem, sőt ez kettő horrorfilm egymás után, amit megnéztem, ez az Evil Dead 1 meg 2. Ez volt az első, úgy volt, hogy hazamentem, besötétítettem, szüleim dolgoztak, én pedig egyedül voltam otthon teljesen, és egymástól megnéztem mind a két filmet, és attól is rettenetesen féltem. És egyébként, ha már öregedésnél járunk, az a film még mindig nagyon király. Az összes része egyébként szerintem az Evil Dead szériának a remake-kel együtt. Hát igen, és akkor... Az első horrorfilmes emlékei. És konkrétan hány éves voltál, amikor ezeket megnézted? Például akár a Kukorica gyermekeit, akár az Evil Dead-et? Hát a Kukorica gyermekeiben tényleg nem vagyok biztos, hogy hány éves lehettem. Azok nagyon-nagyon ilyen halovány emlékek, nem akarok hazudni, úgyhogy fogalmam sincs. Az Evil Dead-nél pedig ez olyan, talán ilyen 7. és 12-3 körül lehettem, amikor az sikerült, de mondom, korábban vannak ilyen töredék emlékeim, Kukorica gyermekeinél lehettem talán, nem tudom, 9-10. Nem tudom tényleg sajnos így, nem tudom pontosan behatárolni, hogy hány éves lehettem. Az Evil Dead az ilyen 7. koromban volt talán. Na, az igen. És milyen formátumon láttad? VHS, Laserdisc, DVD, mind láttad elsőnek? A Kukorica gyermekei az VHS volt, az Evil Dead az már DVD. Az már DVD volt. És hogyha... Kapcsolódik is egy kérdésem hozzá, hogy azért, aki nézi a csatornádat, tudja, hogy elég nagy gyűjtő vagy. Tehát nem csak figurákat gyűjtesz előszeretettel, hanem filmeket is. És a gyűjtés az neked
hogyan kezdődött és mivel kezdődött elsősorban? Hát én amikor ezt így megkérdezik, akkor általában azt mondom, hogy én amióta megszülettem, azóta gyűjtök. De tényleg úgy vagyok vele, hogy a gyerekkoromtól kezdve én bennem volt valami olyan dolog, hogy ha valamim volt, akkor és abból volt több dolog, azt mind akartam valamiért, nem tudom. Tehát ezek a, már az ilyen Mastercard kártyák a chipsekben, tudod, meg voltak ezek. Én mind valamiért megszállottan szerettem ezeket összegyűjteni. Jó érzéssel töltött el, hogy megvolt mind, nem tudom, hogy ez honnan eredt egyébként. De nagyon szerettem mindig gyűjteni, és akkor ugye nyilvánvalóan mindig más irányba terelődött az érdeklődésem, a Pokémonos tazóktól elkezdve. Tényleg a Master Clock egyébként nagyon nagy szerelmem volt, a mai napig megvannak a Master Clock kártyáim. Szerintem azok tök állat dolgok egyébként, nagyon bírtam őket. És hát olyan szakközépiskolában 15-16 évesen volt az, hogy elkezdtem filmeket is vásárolni, általában ugye Tesco leértékelt részlegén, ha egy kis kajapénzem ilyen kakaócsigából megmaradt, meg minden, akkor így összerakosgattam, és akkor vettem magamnak filmeket. Teenagerként így DVD-n beszereztem például a Rob Zombie-féle Halloween filmeket, teszem azt, meg az ilyeneket már akkor megvettem, vagy régi ultrafilmes kiadásokat is így szereztem meg annó, Fulcsitól a Zombit például, annó azt így vettem meg, arra emlékszem. Meg volt néhány ilyen régi ultrafilmes kiadás, amit így szereztem meg, úgyhogy ez nekem mindig megvolt ez a gyűjtő szenvedély. Később ez képregényekre terelődött, nagyon sok képregényem is van, és akkor most megint visszatértem a filmekhez. A filmek volt egy kis szünet, de most megint visszatértem a filmekhez, az pedig most hát, amit te is tudod, elég szenvedélyesen gyűjtöm a filmeket jelenleg. És hát, hogyha már itt tartunk, akkor például neked a magának a horrornak melyik kora tetszik a legjobban, akár egy évtizedre kifejtve, melyik a kedvenced, vagy melyik a kedvenceid, hogy akár több is van? Úgy gondolom, hogy minden évtizednek például, ha most évtizedekre mondjuk, minden évtizednek megvan a maga bája. Ami nekem leginkább kimaradt, nem az, hogy kimaradt, ez nem is olyan jó szó rá, ami talán a legkevésbé fogott meg, az talán az 50-es évek, ugye ekkor mentek az inváziós filmek, és abból én nem mondom, hogy rossz filmek, csak keveset kedveltek. Például a Estroblok támadását kifejezetten szerettem, az egy tök jó film, vagy a Dem, a hangyás, azt is bírom, de alapvetően az inváziós filmek nekem annyira nem jönnek be, úgyhogy az 50-es évek kimaradt, viszont hát nehezen tudnék kedvencet mondani. Nagyon szeretem a fekete fehér filmeket. Tehát már a 20-as évektől kezdve a néma filmeket is kedvelem. Ott is vannak nagyszerű alkotások. A 30-as évek, a Universal Monster filmek, hát mondhatom, azok az egyik legalapabbak nálam. Tehát én imádom a Universal Monster filmeket. Tizenévesen, jó, ahogy mondtam, a MediaMarktban még annó emlékszem, bennvettem a Farkasembert, meg a Draculát. Tehát, hogy ezek nálam nagyon alapfilmek. Ezen felül meg talán a 80-as évek slasher vonala az, ami nagyon. Ugye Jason az mindig is, ő volt a kedvencem. Annál is inkább, mert emlékszem, hogy amikor 14-15 éves lehettem, amikor a nővérem a könyv, a Simon Hawke könyvverzióját, ami az első három Péntek 13 filmet tartalmazza, azt kölcsön adta nekem, és én azt elolvastam annó, és az hihetetlenül nagy hatással volt rám. És azóta nekem a slasherhez van egy ilyen kis kapcsolódásom, tehát nekem a Péntek 13 az nagyon megmaradt, úgyhogy ha nagyon ki kéne emelnem évtizedet, akkor legyen az, hogy a 30-as évek Universal Monster filmjei, meg a 80-as évek slasher filmjei azok, amik számomra ugye a leginkább maradandóak. Igen, pont, hogy így beszéltél arról a könyvről, pont elkezdtem nézni, nekem is megvan valahol az a Péntek 13 könyv. És hogyha már említetted a 30-as éveket, tehát pont megemlítetted név szerint a Drakulát, hogy Lugosi Bélának ugye az egész munkásságát mennyire ismered, illetve kedvenc film, meg hogy magáról Lugosiról, mint karakterről mit gondolsz, mert gondolom azért valamennyire tisztában, hogy a életének az útvonalával, még ha csak körülményesen is, vagy jobban is, úgy érdekelne, hogy mégis mit gondolsz, hogy mindennel kapcsolatban, ami Lugosival kapcsolatos. A Lugosi Béla, hát úgy gondolom, hogy elég hullámzó a filmes teljesítménye. Tehát, hogy
a Draculát nézzük meg mondjuk, és nem fogom direkt az ilyen 9-es terv az űrből dolgokat, meg az ilyeneket belekeverni, de mondjuk már a Fehér Zombi is egy kifejezetten jó filmje, pedig az még, egy, még abban a korszakban volt, amikor ugye nagyon ment az öreg, vagy ott van például a Farkas Ember, egyébként a kedvenc Universal Monster filmem, amiben ugye van egy kis nyúlfarki szerepe. Nem láttam az összes filmjét, de hát kedvelem az öreget. Szeretem, ha felbukkan egy filmben. Van egy nagyon hihetetlenül magával ragadó bája, de az tény, hogy a Draculában nagyon leuralta az egész filmet. Tehát ha valahol ő ott volt, akkor ő ott volt. És vannak olyan filmjei, amiben képes volt ezt hozni, viszont hát nagyon sokszor mellé nyúlt szerintem az öreg. Nagyon sokszor mellé nyúlt, és szerintem sok le tudták azért játszani. Tehát mondjuk ha Karloffal került egy filmbe, akkor azért szerintem Karloff jobban működött sokszor. Úgyhogy én kedvelem Lugosi Bélát, a Draculáról van szó, akkor nekem ő az első, aki ez eszembe jut, viszont azért úgy gondolom, hogy elég sokszor mellé nyúlt az öreg, sajnos. Pont az lett volna a következő dolog, ami megfordult a fejembe, hogyha választani kéne Karloff meg Lugosi között, akkor kit választanál? Ez nagyon filmfüggő. Nagyon filmfüggő. Károlyos minden szerepét igazából, tehát hogy őt se tartom egy ilyen. Az az igazság, hogy például a Peter Cushing féle Hammer filmeknél, vagy Christopher Lee, vagy de tényleg ezek, azokat a karaktereket jobban kedvelem, szerintem jobb színészek voltak, mint mondjuk Karloff meg Lugosi. Sokkal jobbak voltak azok a karakterek, akiket ők eljátszottak, lehet jobb filmeket is kaptak, az az igazság. Úgyhogy nehéz lenne választani a kettő közül, mert tényleg úgy érzem, hogy hullámzó nálam. Mind a kettőjük elég hullámzó nálam. Vannak kimagasló alkotások, és vannak olyanok, amikben nem alkottak számomra maradandót. Nyilvánvalóan ez megint csak attól függ, hogy ki mennyire kedveli az adott filmet. Nem tudnék választani szerintem, hogyha kéne, de talán a magyar vonatkozás miatt inkább Lugosi. Meg biztos láttad a The Raven című filmet, a Hollót, amiben ugye Lugosi, Karloff is benne van. Ugye említetted, hogy szerinted Karloff az jobban szokott az ilyen esetekben szerepelni. Viszont annál a filmnél, ez az én véleményem csak, hát Lugosi ott lemossa a Karloffot, jó, az annak is köszönhető, hogy Karloffnak a szerepe az nem tartalmaz túl sok dialógus, meg ugye egy szökésben lévő bűnözőt alakít, aki bemegy Lugosihoz, hogy segítsen rajta arcplasztikázni. Lugosi meg ugye szándékosan elcsúnyítja az arcát. És ott van az a rész, hogy Lugosi kineveti őt, meg kínozza, mert mit tudom, ez, ott szerintem ott Lugosi ott lemossa. Tehát ez csak az én véleményem. Vannak nagyon jó pillanatai egyébként, tényleg aláírom, hogy rettenetesen jó pillanatai vannak, nem tudok róla, így nagyon negatívat nem tudok róla mondani. Nincsen vele szemben ellenérzésem, de úgy érzem, hogy nem, a túlértékelt az nem jó rá, mert tényleg így hihetetlenül jó színész volt. Egyszerűen csak voltak olyan szerepek, amiket nem kellett volna szerintem bevállalnia. Ennyi. Tehát voltak gyengébb alakításai Lugosinak. Mint ahogy szinte minden színésznek vannak nyilvánvalóan, de nem véletlenül, hogy szerintem a Draculával maradt igazán a köztudatban az öreg, mert azt viszont tökéletesen hozta. Igen, csak ugye szegénynek volt ez a elég kemény morfium függősége, meg alkohol. Ugye a végén már azért vállalt el olyan szerepeket, mert nem volt pénze. És akkor ezért szerepelt ugye Ed Wood filmekben is. Én mondjuk személy szerint a Bride of the Monster-t azt nagyon szeretem. Azon mindig jót szórakozok benne. És ha már itt tartunk, készült egy film, az Ed Wood című film, a világ legrosszabb rendezőjéről, amit Tim Burton rendezett. Azt láttad egyébként? Igen. És ezzel kapcsolatban, hogy Martin Landau alakította Lugosi Bélát a filmbe. És Landau ezért a szerepért Oscar-díjat kapott, szegény Lugosi meg egész életében nem kapott egy elismerése, úgymond. Hogy neked erről végülis mi a véleményed? Én nem sajnálom tőle, mert szerintem tök jól hozta Lugosit. Én kedveltem az Ed Wood filmet, szerintem jó volt. Én nem sajnálom tőle egyáltalán azt az Oscar-t. Mert az, hogy Lugosi nem kapott, az meg... Nem tudom, végig kéne nézni szerintem az adott években, hogy ki miért kapott Oscar-díjat, nem tudom, hogy mennyire volt jogos az, hogy nem kapta meg soha az öreg. Az tény, hogy beírta magát a
a filmtörténelem nagykönyvébe, talán ezt lehet, hogy illet volna díjazni, talán, hogyha nem csúszik le az öreg, és köztudatban tud olyan szinten maradni, akkor talán még az élete végén, ha tényleg tovább él, és nem távozik idő előtt, akkor talán megkapta volna. De nem ért szép véget sajnos Béla bá, úgyhogy lehet, hogy ez is benne van, nem tudom. Élhetett volna még, szerintem. Egyébként én sem arra céloztam, hogy nem érdemelte meg Landau, mert elképesztően jó volt, meg ugye akcentussal beszélte az angolt a filmben, miközben valójában amerikai születésű, hogy zseniális volt, csak szerintem ez a picikét ilyen a sorsfintora, hogy Lugosia soha nem kapott semmit, meg ugye lecsúszott a alkoholfüggőség miatt, és más meg megkapja az Oscar-díjat, mert ő eljátsza. De hát amúgy meg én szoktam idézni abban a filmből, imádom. Tehát a kedvenc filmem, ami nem horror, tehát az annyira szerettem. Amúgy is a Tim Burton szerintem az egy elképesztően tehetséges rendező, legalábbis a régi filmei, azok szerintem egy hibátlan. Ha már itt tartunk, na, a Tim Burtonről, bár nem teljesen horror, sőt, a Támad a Mars, azt ismered, gondolom, hogy arról mi a vélemény? Az egy roppant szórakoztató film szerintem. Szerintem az egy roppant szórakoztató film. Nemrég meg is vettem egy hónapja talán, úgyhogy terveztem az újranézését a filmnek. Én nagyon szeretem azt a filmet. Jó pofa, még gyerekként láttam talán. Ha. És ezt pont feltettem a Movie Huntingnak is, ezt a kérdést. Ő nem látta ezt a filmet, viszont szerintem te láttad ezt a filmet, amit most meg fogok említeni. Ez pedig egy Wes Craven film, ami nem teljesen horror, az a cím, hogy Vampir Brooklynban. Hogy azt láttad-e, és hogy arról mi a véleményed? Hűha, igen, láttam. De... Murphy. Baromi régen láttam, és nincs róla sok emlékem, de úgy emlékszem, hogy ez nem egy jó film. Valamiért úgy rémlik, de most... Nem fogok róla semmi sokat mondani, mert nagyon-nagyon-nagyon régen láttam, és nincs sok emlékem a filmről, úgyhogy ezt most passzolom, mert biztos, hogy láttam, de baromra nincs róla sok emlékem. Sok-sok évvel ezelőtt láttam azt a filmet. Hát az ilyen 90%-ban vígjáték, és van benne pici horror. Igen, igen. Én szerintem... van benne, ugye, izének, Murphynek. Igen, tudom melyik az a film, csak baromra nincsenek róla emlékeim. Pont egy hónapja vettem egy magyar posztert a filmről, hogy elég nagyot, mert valaki árulta a neten, hát mondom, azt nekem kell. De egyébként szeretem azt a filmet, meg úgy Wes Cravennek is a munkásságát. És ha már itt tartunk, mert szóba kerültek Lugosi, meg most pont a Vampir Brooklynba, meg ezek, a feldolgozások. Hogy neked mi a véleményed, nem is igazából egy-egy témának a feldolgozása, hanem a remake hullámról, ami megy. Tehát úgy érdekelne, hogyha balanszba teszed a kettőt, hogy a mérleg két oldala, hogy merre felé csúszik, hogy örülsz neki, vagy nem igazán? Nem vagyok a feldolgozások ellen. Nem vagyok a feldolgozás intézmény ellen, mert úgy érzem, hogy vannak filmek, amiknek kell a ráncfelvarás, azonban úgy érzem, hogy nem jól választják ki ezeket a filmeket. Ennek egyébként megvan az oka valószínűleg, mivel nyilvánvalóan a stúdióknak nem lelkismerete van, hanem pénztárcája, amit bele kell tömni. Nyilvánvalóan olyan dolgokat fognak remake-elni, amiből azt várják, hogy pénz is lesz. Azonban pont ez miatt úgy érzem, hogy az alapanyagokat nem jól választják ki, mert például ott van Carpenter, akinek van egy nagyon jó filmje, a Day Live, aminek szerintem a mai világban totál aktuális lenne egy tök jó remake. Egy azért, mert szerintem az a film nem öregedett jól. Egy jó filmnek tartom, de szerintem nem öregedett jól. A tempója nem jó. Szerintem egy kicsit lassú a mai világhoz az a film. Kettő, a témája szerintem nem is lehetne aktuálisabb annak a filmnek manapság. És mégis olyanok röppennek föl, hogy a Blumhouse a The Thing-et akarja remake-elni. De azt meg minek, amikor egy 9 pontos film érted a The Thing. És... nincs bajom az újragondolásokkal, viszont tényleg nagyon sokszor úgy érzem, hogy mellé nyúlnak. Mondjuk ahhoz képest például az Evil Dead remake barom jó lett, ahhoz képest, hogy egy barom jó filmből csinálták, és hát megvolt az esélye, hogy elcsúsznak a banánhéjon, viszont ötösre vizsgáztak nálam, tehát ez egy barom jó film lett szerintem, mert mertek hozzányúlni az alapanyaghoz, tök jól tudtak hozzányúlni az alapanyaghoz,
De ettől függetlenül sajnos úgy érzem, néha sokszor beállnak a földbe remékekkel. Pont ezért, mert szerintem olyan filmeket kéne, amiknek tényleg kéne a ráncfelvarrás. És hát ez általában nem így van, tehát általában jobb filmeket próbálják meg még egyszer meglovagolni, tudod, annak a sikerét, úgy érzem. Aha, én személy szerint nagyon szeretem a Délivet, úgy nekem tetszik a tempója is, mindig jól szórakozok rajta. Szeretem, csak én szerintem mai szemmel nézve, ha nem magunkból indulunk ki, én még néma filmeket is nézek, nekem nem azzal van a baj, hanem azzal, hogy manapság, ha leül mondjuk egy fiatal megnézni, annak már nem biztos, hogy tetszeni fog a Daily. Hát, de szerintem a legtöbb 80-as évekbeli film se tetszik egy mai fiatalnak, ha belegondolunk, nem? Ugye mindig azt mondják, tehát nekem volt régen, amikor jártam egy tanfolyamra, egy osztálytársam, és kérdezte tőlem, hogy horrorrajongó vagyok, és kérdezte, hogy ismerem-e a Hellraiser-t. Mondom, persze. És azt mondta, fú, de gagyi, milyen trükkök vannak benne, tudod, így mondta nekem. Hát mondom, jó, nekem meg etalon, tudod, az a film. Tehát olyan érdekes. És ha már itt tartunk, említette egy érdekes dolgot, a The Thing, hogy próbálj megint remake-en. Mert volt egy ilyen prequel 2011-ben, amit csináltak, és ugye a régiben még a praktikális effektek voltak, az meg tele volt CGI-jal. Szerinted mennyire indokolt a mai horrorfilmeknél a CGI, illetve szerinted egyáltalán szükség van-e CGI-ra, amikor a 80-as években például a Cronenbergék a Légybe, vagy a The Thing-nél a Carpenterék, a Robotinék meg tudták csinálni ezeket a dolgokat, úgy, hogy mai napig tök dögös, legalábbis szerintem. Hogy szerinted mennyire indokolt, vagy mennyire van szükség a horrorfilmekbe CGI-ra? Annyi a The Thing prequeljének a védelmében, ugye, hogy ők is praktikus effektekbe gondolkodtak, de hát a stúdió nyomására sajnos CGI lett. Úgy tudom, hogy meg is voltak egy-két báb már meg is volt csinálva, csak hát megint csak az a fránya pénz ugye közbeszólt, mert olcsóbb volt a CGI, mint azokat a dolgokat megcsinálni. Egyébként én is praktikus effektpárti vagyok, tehát hogyha még a kis lóg a lóláb néha a praktikus effektekkel, hogy úgy érzed, hogy mondjuk gagyi, idézőjelbe gagyi, még úgy is úgy gondolom, hogy ha valaminek van anyaga, ha valami ott van, tudod, hogy ott van, kézzel fogható, akkor még mindig jobb, mint egy CGI effekt, ami esetenként eléggé lelóg a vászonról. Ezért hát gondolom megint csak az idő szerintem az egyik, ami fontos tényező a mai világban, ugye, hogy mindent azonnal akarnak megcsinálni, mindent, ugye, tartani kell a tempót. Basszus, ilyen ez a mai világ. Tehát az idő, a pénz, rengeteg olyan dolog van, gyanítom, ami miatt a CGI-hoz nyúlnak a készítők. És az abban, hogy nem tudok egy mai rajongó fejével gondolkozni, hogy ők hogy látják azt, hogy néz ki szerintük a CGI, vagy hogy tényleg annyira jó-e, hogy megéri lecserélni a praktikus effekteket. Én praktikus effekt párti vagyok egyébként, hogy a Hellraiser-t éppen fel lehet hozva, az egyik kedvenc jelenetem, horrorfilmes jelenetem az, amikor Frank felébred a padláson. Szerintem az valami zseniálisan néz ki. A mai napig az egyik kedvenc stop motion jelenetem. Gyönyörű az a film egyébként ilyen szempontból. Úgyhogy egyáltalán nem értem, hogyha valaki azt fikázza. Úgyhogy igen, én teljes mértékben praktikus effekt párti vagyok. Például a Void az ezért volt egy hihetetlenül kellemes csalódás, ha már modern filmekről beszélünk, és praktikus effektekről. Pont mondani akartam, hogy mi ugye az adás előtt beszélgettünk, pont szóba került ez a Void című film, és pont, hogy eszembe jutott, hogy beszéltünk a Dolog című filmről, meg a praktikális effektnek a CGI dolgáról, hogy pont egy ilyen hát ajánlás lenne a részünkről ez a Void című film, mert praktikális effektekkel van megcsinálva olyan, mint hogyha a Dolognak egy másik verzióját nézni az emberek, kis csepp Hellraiserrel, kis csepp The Beyonddal, egy elképesztően jó film, ami praktikális effektekkel van megcsinálva, illetve annak a rendezőnek még van két további filmje, a Leprechaun Returns, ami nagyon jó, meg a Psycho Gorment. A Psycho Gorment, azt láttad például? Nem, még nem rajta van a listámon, csak mindenhol DVD-n, nem tudom, nem találtam meg Blu-ray-en egyelőre, legalábbis olyan áron, hogy megéri nekem. Ha meg megtaláltam, akkor az egyes régiós volt, és sajnos nincsen régiófüggetlen lejátszóm egyelőre. A kettes régióban meg nem találtam meg, csak DVD-n.
Úgyhogy, de amint be tudom szerezni Blu-ray-en, valószínűleg meg tudom nézni. Aha, és ha már itt tartunk ilyen újabb vonalas horrorfilmeknél, hogy van-e szerinted legalább egy olyan rendező, aki szerinted igenis, hogy odavág a horrorba, és hogy szerinted képes vinni egy olyan vonalat, amit mi megszerettünk gyerekként. Tehát, hogy akire úgy te azt mondod, hogy igenis, ez egy olyan rendező, akinek minden filmjét várom, vagy szeretem, hogy számodra van-e olyan? Nincs. Jelenleg nincs. Nincs? Mert nincs. Nekem pont aki eszembe jutott, ez a Steven Konstanski, aki a Voidot csinálta, szerintem az nagyon tehetséges. Akkor szerintem az Adam Green, aki a Hatchet filmeket csinálja. Tőle például megnézik szívesen egy Péntek 13-on. Ha valaki tudna csinálni egy Péntek 13 filmet, az ő lenne. Szerintem az a szürge. Az... A Hatchet filmek után mindenféleképpen. Mindenféleképpen. Illetve hogy hívják? Ari Aster? Azt hiszem ő csinálta az Örökséget. Igen. Az a figura. Na viszont nem tudom, hogy te láttad-e a Midsummer című filmjét. Azt még nem. Én ezekre a filmekre elég nehezen veszem rá magam. Az ilyen Ari Aster féle filmekre. Tőle a Hereditary-t láttam, ami, hát kövezzetek meg, nekem nem igazán tetszett valamiért, nekem nem jött át. Alapból nehezen veszem rá magam, tehát az ilyen kaliberű filmekből az elmúlt időben, az elmúlt időszakban a Boszorkányt néztem meg, amit kedveltem, meg amit tetszett, az egy osztrák film volt, az is ilyen hasonló stílusba készült, ez a Hagazusa, az volt az a címe. Az egy kifejezetten jó film volt szerintem, nekem nagyon tetszett az atmoszférája, de például a Hereditary az nem tetszett annyira, ezért a Midsummerre meg még nem vettem rá magam, pont ez véget. Mm-hmm. Na hát nekem pont a Hereditary az tetszett nagyon, azt nagyon szeretem. Viszont a Midsummerre meg elmentem, még Angliába jöttem, akkor direkt elmentem a moziba, ami másik városba volt, ma annyira érdekelt, mondom, tetszett az előzetes, de viszont meg csalódtam benne. Az meg nem nekem csinálta azt a filmet. Az az Jürgen. Tehát nem is mondanám igazán horrorfilmek annyira. Egyébként, ha meg már ilyen elvontabb filmek, akkor a Lighthouse az még kifejezetten tetszett. Nekem az meg nagyon nem. Nekem viszont nagyon tetszett, az viszont nagyon, de meg is van Lurien, azt nagyon éltem azt a filmet. Akkor szerintem nézd meg a Midsummert, mert egy kicsikét úgy hasonló stílusúnak mondanám. Tehát nekem ez, ami én már átmegy ilyen művészieskedőbe, az nem szokott nagyon tetszeni. Tudom, mi már ilyen... Nekem most nem bántásból, nekem egy kicsit ez az álművészieskedő, de hát na, lehet, hogy csak én vagyok ilyen kis egyszerű. Az a baj, hogy én meg ugyanezt éreztem a Hereditary-nek a végén, tehát hogy így... Mi? Hogy... Jó, ez az, hogy mindenkinek más igazából. Most az a baj, hogy ilyen, így meg nem tudom, hogy ajánljam-e neked a Hagazusát, mert hát az egy elég elvont film. Viszont annyira olyan atmoszférája volt, hogy így nem tudtam tőle szabadulni. Nem mondom azt, hogy a története vagy bármi annyira fantasztikus volt, hogy ódákat zengenék róla, viszont olyan atmoszférája van annak a filmnek, hogy itt tényleg nem tudtam tőle szabadulni. Arról nem is beszél, hogy a végén van egy olyan undorító jelenet benne, hogy csak pislogtam. Tehát tényleg úgy éreztem, hogy húba kellett, ettől felfordul egy picit a gyomrom. És nem is mutatnak pedig olyan sokat. Maga a tudat, hogy mi történik, az elég undorító. Aha, érdekes hangzik. Hát felkeltetted az érdeklődésbe. És ha már itt tartunk, most hirtelen eszembe jutott egy kérdés. Tehát olasz horrorfilmeket biztos, hogy szereted, és maga Dario Argentónak a munkásságát egy pár szóba, hogy mit gondolsz róla, az úgy érdekelne. Mert utána még lesz egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Jaj. Nos, nem láttam minden filmét Dario Argentónak. Nem néztem meg minden filmét. Még egyelőre. Én Argentót kedvelem, viszont úgy érzem, hogy nagyon hullámzó a teljesítménye. Ahogy te is mondtad, hogy van olyan film, amit nem hiszel el, hogy ő csinált. És igen, ez az, hogy néha nem tudtam, hogy miben van az öreg. Tehát, hogy tényleg vannak olyan próbálkozásai, amik nem érik el sajnos azt az inger küszöböt, amit el kéne érjenek. Ettől függetlenül olyan filmekkel, mint a Deep Red például, azokkal azt hiszem az öreg beleírta magát a film történelem nagykönyvébe, vagy a Phenomena, vagy The Bird with Crystal Plumage, vagy kell kéteni? Tehát a kristálytól lőtt. Azok azért olyan filmek, amik
tényleg örökérvényűek, azt hiszem. Vagy hát jó, a Suspiria-t most azt ugye mindenki vágja tőle. Otthon már maga nem is a film, de az a, az a Mario Bava-ik lette látvány. És ez a Goblin, ugye, mint a Goblin halálpest zenét, az csodálatos. Tehát igen, nagyszerű rendezőnek tartom, aki ugyancsak, mint Béla színészként, néha olyan tévutakra tévedt, amit én magam sem értek, hogy, hogy miért, hogy tudta elkövetni ezt a, ezeket a dolgokat. Tehát ugye, hogy nyilván az újabb filmjei, bár ott még talán a Sleepless volt az, ami, ami még az utolsó vállalható filmje volt az öregnek. De ja, igen, voltak neki is azért mellényúlásai, elég súlyos mellényúlásai. Igen, és az egyik kérdésem, ami pont a filmográfiájával kapcsolatban lenne, hogy nekem a kedvenc filmem az a Suspiria tőle. Tehát meg úgy összességében az a kedvenc horrorfilmem, meg akármilyen filmem, hogy a, annak a remake-jéről mi a véleményed? Vagy nem tudom, remake-nek lehet-e nevezni az újragondolásáról? Én szerettem azt a filmet. Én szerintem ez egy baromi jó újragondolása volt. Tudom, hogy Argento, úgy emlékszem, Argento nem szerette, tehát ugye negatívan nyilatkozott róla. Én egy totál bátor próbálkozásnak érzem. Imádom a filmzenéjét. Attól függetlenül is, hogy mennyire eltávolodott az alapanyagtól a filmzene. Egyszerűen lehet, hogy pont a bátorsága miatt tetszett nekem ennyire az egész film. Ha nem mondanák, hogy ez a Suspiria feldolgozása, szerintem önállóan is működne, tehát hogy nem emel át olyan sok mindent szerintem a film, hogy, hogy ne lehetne egy totál más címet adni neki. Nyilvánvalóan az alapszituáció sok helyen ugyanaz, de ettől függetlenül szerintem simán lehetne még egy másik címen is mutatni ez a film. Szerintem ez egy tök jó film volt. Én nagyon élveztem, nagyon tetszett az, ott is az atmoszféra annyira magával ragadott abban a filmben, hogy a színészi játék is baromi jó volt, mint a már említettem, a zene is nagyon tetszett. Tök érdekes, hogy annyira nem az én stílusom az a zene, és mégis annyira elkapott, pedig először nem is tetszett, mikor még kisejött a film, emlékszem, és rohadtul kíváncsi voltam rá, és még nem láttam a filmet, de a zenéjét már megvettem bakelit lemezem. Feltettem, és úgy voltam, hogy ez mi? Ez mi? Ne, elkezdtek benne énekelni, tudod, és úgy voltam, hogy miért, de miért csinálod ezt, miért? Hát ez így baromira nem fog működni ebbe a filmbe. És az a helyzet, hogy de, baromira működik szerintem, és imádom a zenéjét is a filmnek, ahhoz képest, hogy tényleg köze nincs ahhoz a zenéhez, amit én általában hallgatok. Úgyhogy szerintem az egy barom jó újra gondolása volt a filmnek. Na, én pont az ellenkezőjén vagyok a vélemény, neki nekem nagyon nem tetszik, illetve én, ahogy te is mondtad, nem tudom, miért ezt a nevet adták neki. Lehet, hogyha nem ezzel a névvel indul, akkor lehet, hogy más szemmel néznék rá meg a... De ez nekem még úgyis unalmas lenne. Én nem tudom, én végiguntam az életem. Nekem nem tetszett annyira, de úgy érdekes volt hallgatni a véleményedet, na hát, egy érdekes szemszögből világítod meg. A másik ilyen, te mint magyar ember, találkoztál több olyan, tehát celebnek mondható, főleg a mi köreinkben, akik horror rajongók, több celebbel is volt már alkalmat találkozni. És te, mint hogy úgymond elindulsz egy kis országból, és nekünk ez ugye eléggé hihetetlen eleinte, hogy ilyen embereket találkozunk, akiknek mondjuk a filmein nőttünk fel, vagy gyerekkorunk óta valamiért őt istenítjük, hogy milyen érzés ilyen emberekkel találkozni, hogyan éled meg ezeket a szituációkat az adott helyzetbe, illetve hogy például mondd el, hogy kikkel találkoztál, és hogy jó élményeket esetek volt, ami kevésbé jó, csak úgy nagyjából szeretném hallani, hogy végülis, na, hogy te ezt hogy éled meg, mint egy magyar ember, hogy találkozol, mondjuk, láttam, hogy van közös képed Robert Englanddal, tehát ki nem tudná ki az, hát szerintem biztos tudja, az Freddy Krueger, a saját maga. Uha, nagyon vegyesek az érzéseim ezzel kapcsolatban, mert vannak olyan emberek, akik hihetetlenül barátságosak, és hihetetlenül közvetlenek, amikor oda mész hozzájuk, és vannak olyanok, akiken érzed azt, hogy ugye ő tényleg csak azért van ott, hogy pénzt keressen ebből. Tényleg volt olyan, aki olyan... Jajó, oké, aláírtuk azt, izé. Aki nekem fura volt nagyon, az Robert Patrick volt, ugye, aki a T-1000-es játszott a Terminátor 2-ben. Én nem tudom, hogy neki vannak-e
alkohol problémái vagy ilyenek, de az egész viselkedése az öregnek olyan tiszta piros volt a fejem, meg fura volt az egész faszi, de tényleg. Ott voltam is, mintha egy ilyen másik dimenzióban lett volna a tag. Fura volt nagyon. Viszont voltak kifejezetten barátságos emberek. Az egyik nagyon kedves emlékem az a Reanimátor filmben főszereplő, hogy hívják? Jeffrey Combs. Igen, Jeffrey Combs, bocsánat, nagyon rossz vagyok nevekben, mindig elfelejtem. Tehát Jeffrey Combs volt az, azért néztem hátra, meg kim van a falon egyébként az autogramja, azt lesni akartam. Szóval Jeffrey Combs volt, aki nagyon-nagyon pozitív élmény volt, és ez azért is volt így, mert amikor eljutottam arra a konra, ahol ő is aláírt, akkor ő Star Trek-esként volt bent a listában. És én alapvetően rá sem néztem a Star Trek-es listára, azt se tudtam, hogy ott lesz. És sétálgatok, és az volt a vicces, hogy épp egy Miskatonic University-s pulcsiba voltam. Ugye a Lovecraft világában ez egy ikonikus helyszín, és hát Jeffrey Combs, ugye ott játszódnak általában ezek a történetek, és azok a filmekből is pár, amiben Jeffrey Combs játszik. És így egyszer csak így megláttam az arcát, és így hoppá, tudod így, oda mentem, és csak Star Trek-es kártyái voltak, de hát egyből meg kiszúrta a pulcsimat, tehát ez ilyen a sors játéka volt, hogy éppen abban a pulcsiba mentem el, és mondta, hogy hát én itt tanítottam, tudod, és utána mondtam, hát hogy én egy reanimátorosat szeretnék, azt mondtuk, hogy menjek vissza kávé egy óra múlva, és addig szerez reanimátoros kártyát, amit alá tud nekem írni, és szerzett is, tök jó fej volt az öreg, és egy másik olyan dolog, amit észrevettem egyébként, hogy több, három vagy négy olyan híresség volt, akihez oda mentem, és amikor megkérdezte, hogy milyen néven írhat alá, akkor mondtam, hogy Gábornak írnak, ugye lebetűztem nekik, és hárman vagy négyen köztük Jeffrey Combs is megijeszte, hogy úgy mint Gábor Zsazsa. Úgyhogy pozitív élmények, voltak negatív élményeim is, de azok nem voltak annyira rosszak, igazság szerint néha úgy éreztem tényleg, hogy nagyon muszájból vannak ott bizonyos emberek, de egyébként tök jó érzés volt találkozni Robert Englanddal, Christopher Lamberttel például, nagyon barátságos volt, vagy aki Tinát játszotta, sajnos nem teszem be a hölgy neve, Tinát játszotta az első Rémám az Elm utcába filmben, ő vele is találkoztam, van egy poszterem, amit aláírt nekem, ő viszont hihetetlenül barátságos volt. Ja, meg a másik, aki nagyon, nagyon kedveltem, ő Danny Glover volt. Vele egy Predator 2-es posztert irattam alá, és hát vagy 10 percig tartott, mire lebetűztem neki a Gábor nevet, tehát egyszerűen nem akarta megérteni, hogy micsoda, de nagyon jó fej volt, kérdezte, hogy mit írjon rá, melyik szállóigét írja rá a filmből, tehát tök jó fej volt, ő is egy tök jó pozitív csalódás volt. Na most a elmondottak alapján több kérdés is megfordult a fejembe, na akkor kezdem azzal, hogyha már Jeffrey Combs itt szóba került, hogy mi a véleményed a Reanimátornak a folytatásairól, tehát a második és a harmadik részről. A második részt szeretem. Szerintem egy hihetetlenül jó horror paródia. Tehát amikor már a Denevér szárnyakat felvarják a Doki fejére, az volt az a, ezt már nem hiszem el, srácok, de nevettem, tehát egy nagyon jó horror paródiának tartom. Nyilván úgy, hogy csúnyán hangzik, de nem méltó az eredeti műhöz, ezt azért hozzá szeretném tenni. Tehát nem méltó az eredeti műhöz, amiből készült, mármint novellára gondolok. Ettől függetlenül mindenét meg tudom bocsájtani, mert mint film szerintem baromi jó. Tehát egy baromi szórakoztató film. Az első rész is, és a második rész is. A harmadik részt viszont nem kedvelem. Az Árónál nemrég kijött, és még mindig vacilálok rajta, hogy megvegyem el, mert nem tartom egy jó filmnek a harmadik részt. Ott már egy picit túltolták a biciklit szerintem. Én azt is úgy meg tudom nézni időről időre, hogy mondjam, van egy olyan hangulata, látszik, hogy olcsó pénzből, meg látszik, hogy Spanyolországban csinálták is, azt akarják hirdetni, hogy Amerikában vannak, de mégis valahogy vannak meg elég jó gor benne, hogy elszórakoztat valamilyen szinten. És a másik viszont, kérdés... Igen? Bocsi, a második rész kapcsán szeretném elmondani, hogy ott, amit leműveltek, mármint ha a gorról jut eszembe, amit leműveltek magával a nővel, ahogy kinéz, amikor kiszed a saját szívét, kiszed, hát az, ahogy kinéz, baromi jól néz ki. Az az egész, ahogy
csodálatosan megcsinálták. Tényleg úgy voltam, mert van is egy pólóm, ami rajta van, maga a nő, a Bride of the Reanimator, és baromi jól néz ki az egész, csodálatos. Tényleg, ha már praktikus effekteknél is beszéltünk róla, az szerintem iskola példája annak, hogy hogy kell egy horror film kinézzen, mert az gyönyörű. A nőbe szerelmes voltam, most így idézőjelben mondom, mert hát bőr sincs a testén, meg minden, de érted, hogy mire gondolok, baromi jól nézett ki az egész. Igen, hogy ahogy beszélgetünk folyamatosan a válaszaiban, mindig újabb és újabb kérdések fogalmazódnak meg a fejemben, de akkor még felteszem az előzőt, ami már a fejemben motoszkál, Danny Gloverrel kapcsolatban ugye a Predator szóba került. Szerinted a Predator univerzum széria, illetve az Alien széria is, mert azért valamennyire össze lehet mixelni őket, meg szeretik is, meg na, ugye a rajongó tábor is nagyjából ugyanaz szokott lenni, mert én is imádom őket. Szerinted mennyire mondhatóak horrorfilmeknek? Hát, a Predator filmek szerintem egyáltalán nem azok. Szerintem a Predator filmek azok akciófilmek. Megértem azt, hogyha szeretik belekeverni a horrorba őket egyébként, mert maga a Predator elég egy ijesztő jelenség. Lehetne belőle horrorfilmet csinálni egyébként, úgy gondolom. Tehát lehetne belőle olyan feszültségig vinni ezt az egész vadászost, meg mindent, hogy abból egy horrorfilm legyen, de én szerintem azok szimplán akciófilmek. Az Alien franchise pedig az első az szerintem egy frankó science fiction horror, talán a Thing mellett a legjobb. Viszont későbbiekben ugye, már mondhatom azt, hogy szimpla akciófilmé változott az a franchise is, ami nem probléma egyébként, nem tartom rossz dolognak. Jól áll az akciófilm és az Alien franchise-nak, és a horror is jól áll az Aliennek szerintem, úgyhogy én egyiket sem tartom egyébként horrorfilmnek, talán nem mondom az Alien 1-et, amit horrorfilmnek tudnék nevezni, egy jó science fiction horrornak, de jól áll mind a kettőnek az akciófilm, nincs ezzel semmi baj. Az összemixelésük meg még az első Alien vs. Predatorral el voltam, azt is úgy kezelem, hogy egy külön univerzum, tehát nem keverem bele az eredeti filmeket. Ha úgy kezelem, akkor az első film az egy totál vállalható film szerintem, második, azt már inkább arról ne beszéljünk, de az tele van baromságokkal. De az első Alien vs. Predator filmen még el is voltam, pedig azt hittem, hogy csalódni fogok, de egyébként tök jó szórakoztam rajta. Igen, én azért, hogy gyerekként láttam a legelső Predator, meg a másodikat is, én úgy éltem meg, mint egy horrorfilm. Tehát amikor vannak ezek a gerinczki tépés, a koponya, meg a legyilkol az embereket, ugye az elég ijesztő fiatalon, főleg meg úgy szerintem mondható, hogy vannak benne a horror zsánerre is jellemző dolgok. Persze én sem mondanám 100%-ig horrornak, mert nekem ilyen akció sci-fi-nek mondanám, de mégis van egy minimális ilyen horror beütése is. Ez az én véleményem. De viszont, ami még eszembe jutott, pont, hogy említetted a Bride of the Reanimator-be ezt a szívkitépés dolgot, hogy melyik volt szerinted a legjobb praktikális effekt, amit filmben láttál, és a leggyengébb szerinted? Tehát mind a kettő végletet szeretném hallani. Hajjaj, jó kérdés. Hát az egyik az mindenféleképpen a legjobbak között van az, amit már egyszer említettem, az Frank újjáéledése a Hellraiser 1-ben, az csodálatos az a jelenet. Az 10 évesen láttam először, nem tudom hány mennyi lehettem, tínédzser, és az annyira megmaradt bennem, hogy minden egyes alkalom, amikor Hellraiser 1-et látom, az egy olyan, hogy gyönyörű szerintem az a jelenet. Bride of the Reanimator-t is nagyon könnyű és nagyon jó szívvel említem, nagyon jó praktikális effektekben. Ami teljesítmény szintjén szerintem baromi jó volt, az a Society vége, az egy... Azt nem is tudom feldolgozni, azt, amit ott látok. De aki szereti a praktikus effekteket, annak a Society-t meg kell néznie. Tehát az, ami a végén van, az... Főleg, amikor valakinek a fenekével történik. Igen, csodálatos, komolyan mondom. Az egész nagyon jól néz ki. Hát akkor ugye nyilvánvalóan a The Thing, amit muszáj, iskola példája, azt hiszem, a nagyon jó praktikus effekteknek. Aztán
az a baj, hogy túl sok jó van. Tehát ugye a 80-as év, a Howlingnak az átváltozás jelenet egy... Én nem vagyok egy nagy Howling fan egyébként, viszont az az átváltozás jelenet, az valami gyönyörű. Ugyanígy az American Werewolf in London ugyanúgy nagyszerű. De hogy a leggyengébb praktikus effekt, hűha, nem tudom, segíts már, dobjál már be párat, mert most itt hirtelen... Hát például a későbbi üvöltésfilmekben voltak ilyen elég kegyetlenek, de azokat lehet nem láttad. Akkor nem tudom, Doom Asylum című filmet, azt láttad-e? Abban voltak ilyen elég érdekes, hogy lógott a cső ki az ember. A Don't Go in the Woods című film, például abban is voltak ilyen elég gyengus részek, a Neil Gaiman Massacre című filmben. Voltak ilyen elképesztően... Az tényleg elég olcsó volt. A Doom Asylum-ot csak azért nem néztem meg, mert az árónál kijött. És meg akartam venni, mert nagyon tetszett a borítója, de hát átvertek volna. Mert utána olvastam egy pár hozzászólást, és mondtam, hogy lehet, hogy jó, hogyha én ezt nem veszem meg. Árónál már belefutottam néhány ilyenbe. Én pont ezt akarom, hogy a Doom Asylum annyira rossz, hogy már jó. Én azt a filmet azt nagyon szeretem. Tehát viccelek ki, hogy igen, hogy annyira rossz, hogy már jó. Hát abban van egy punk női banda, akik énekelnek egy épületbe, hát punknak van eladva, de hogyha hallottál már olyan zenét, ami vallatni lehet, hát az abban a filmben van, még egyetlen, meg nem veszi magát komolyan. Viszont a Neil Gaiman Massacre, meg a Don't Go in the Woods, az meg nem annyira, nekem azok nem tetszenek. Tehát azok így nem tetszenek. Viszont a Doom Asylum pedig szeretető a debilsége ellenére. Én azt így ajánlom, hogy egyszer nézd meg. Tehát az egy jó papa kis. A Neil Gaiman Massacre-ben látom egyébként a potenciált. Nem lenne az egy rossz film, de tudom, hogy miken csúszik el az a film egyébként. Például az öncélú, teljesen fölösleges erőszak, ami abban a filmben megjelenik, az szerintem, tehát helyenként már röhelyes volt egyébként, pedig még lehetne jó film is a Neil Gaiman Massacre. De egyébként tényleg meg gondolkozok, hogy nagyon rossz praktikus effekteken, nagyon olcsó praktikus effekteken. Nyilván rengeteg olyan van, amit lehetne említeni, de olyan kihívóan rossz, most itt hirtelen nem jut eszembe, ami zavart volna. Talán azért is, mert ezeket igyekszem a helyén kezelni. Általában, ha egy ilyet látok, akkor úgy vagyok vele, hogy nyilván próbálom a kreativitást értékelni abban, hogyha mondjuk nem volt elég pénz a 80-as években megcsinálni egy-egy jelenetet, tudod, akkor úgy érzem, hogy sokszor a kreativitás tehát, hogy a kreativitása a magának a jelenetnek, hogy legalább igyekeztek megalkotni valamit, az így helyrehozza bennem a mérleget, hogy jól van, nem néz ki annyira jól, de legalább megpróbálták, abból a büdzséből megpróbálták kihozni. Úgyhogy általában én praktikus effektekre nem szoktam haragudni. Talán ami nagyon gagyi, mondjuk az mondjuk nem praktikus effekt, de pont neked említettem, amikor múltkor beszéltünk a telefonon, hogy a The Lost World 60-as évekbeli Sir Arthur Conan Doyle feldolgozás, és ott van egy olyan, hogy két dinoszaurusz összecsap, ugye ott izét szerettek volna, stop motion szerettek volna, csak nem volt pénz a stop motionra, és ezért igazi hüllőkkel játszatták el a jelenetet, és látszik, ahogy egy kéz benyúl, és így löki oda az egyiket a másiknak. Tehát, hogy az annyira borzalmas az a film, és tényleg a szegény Claude Rains, én nem tudom, tehát olyan filmek után, mint mondjuk az Operaház fantomja, vagy a Láthatatlan ember után, hogy hogyan tudott egy ilyenben részt venni, hát ő is, mint a Lugosi Bélánál is, tehát ezek a mellényúlások. Claude Rains is már idős volt, lehet, hogy a pénz kellett neki, a nevével el lehetett adni a filmet, tudod. És tényleg rossz belegondolni, egy olyan színész, aki a klasszikus Operaház fantomjában benne volt, vagy tényleg mondjuk a Láthatatlan ember, ami hihetetlen, mondjuk abban az arca pont igazából, hogy csak alig látszik néhány másodpercre a végén, de a hangját azt adta hozzá. Ugye direkt azt hiszem azért keresték meg, mert olyan kokni akcentussal tudott beszélni az öreg, és az kellett nekik a karakter megformálásához. Valami ilyesmi volt a sztori, hogy ő nagyon, nagyon
tök jó akcentust tudott hozni ahhoz a, ahhoz a karakterhez, és akkor ilyen, egy ilyen Last Word-el így aromigráz volt. És akkor az érem másik oldala. Melyik a legjobb CGI effekt, amit láttál, és a legrosszabb CGI effekt? Hát a legrosszabb CGI effekt az majdnem minden Zygon film szerintem, ami létezik. Tehát ott az csapnivaló elej, az nincs olyan film, amiben jó lenne. Ez így van. A legjobb CGI effekt pedig Terminator 2. És ezt azért mondom, lehet, hogy van annál jobb CGI effekt, viszont ennyire kultikus CGI effekt kevés van szerintem, mint az. Ami így tényleg azt mondom, hogy ennyire a popkultúra része lett, és egy, vagy például a Jurassic Park. Ezt még tudnám mondani, mert Jurassic Park is olyan, hogy jó, nem horrorfilm, mint a Terminator 2 sem az. De a Jurassic Park és a Terminator 2-ben vannak azok a CGI effektek, amik szerintem annyira klasszikusak, és annyira megalapozták ezt az egészet, hogy és ha belegondolsz, hogy olyan 20-30 éves filmekről beszélünk. Igen. Sőt, 20, bőven 30 éves filmekről beszélünk. És most manapság ennél sokkal gagyibbakat tudnak csak letenni. Nem csak letenni, de sokkal gagyibbakat tudnak letenni az asztalra helyenként. Aha, és például létezik olyan horrorfilm, amit nem tudtál végignézni. Elkezdted nézni, és te is egy nagy rajongó vagy. Tehát szerintem még a legrosszabbakat is megpróbál magad megerőszakolni, hogy végig küzdjed magad. De létezik-e egy notórius, ami kilóg a sorból, és azt mondod, hogy hát az istenes, hogy tudtam ezt végignézni. Üha! Biztos van ilyen. Tudom, hogy végigszenvedni, azt egy párat végigszenvedtem konkrétan. Hogy kikapcsoltam, biztos volt ilyen, de most nem jut eszembe egy se, amit így kikapcsoltam volna. De a Prey-t azt mindig emlegetem, hogy az már nagyon közel állt hozzá. Úristen, annál rosszabb filmet én még nem láttam szerintem. Az borzalmasan rossz az a film, azt kerüljék, mindenki kerülje a Mastiról. De aztán van egy hasonló című, ami The Prey, az is csak az ilyen oroszlános, de nem az, azt nem láttam az oroszlános, hát ez egy régi 80-as évekbeli film, egy slasher film, de azt közel állt hozzá, hogy kikapcsoljam. Nem kapcsoltam ki, végigszenvedtem, végigsírtam azt a filmet, de hogy tényleg kikapcsoltam volna, most így nem rémlik egy se. Biztos volt ilyen egyébként, biztos volt, de nem rémlik, hogy így, meg nem tudnék megnevezni olyat. Aha, mert pont mondani akartam neked, hogy volt egy film, amit elkezdtem nézni múlt héten, és 20 percet néztem, és nem tudtam magam rávenni, befejezzem. Az a cím, hogy Death House, ez 2017-es, és benne van a Kane Hodder, a Tony Todd van benne, a Felissa Rose van benne, a Barbara Crampton, a Dee Wallace, tehát minden szerepre ilyen ex-horror sztárokat szereztek be. Az egész annyira látszik, tudod, hogy egy ilyen zöld háttér előtt lett felvéve, annyira mű az egész, ez a full gagyi az egész, és sztori is gyenge benne, és tudod, így nézem, és mondom, egyszerűen ez a rabolja az idejét az embernek. Egyszerűen nem tudtam egyszerűen folytatni, és ma is elkezdtem egyet, várjál, mindjárt nem mondom, melyik ez a film. Találtam itt egy régi DVD-t, meg sem tudtam, hogy megvan. Mondom, reggel elkezdek nézni egy filmet. Gyilkos paraziták. Ezt nem tudom, ezt láttad-e? Nem. Hallod? Benne van Val Kilmer mellékszerepbe. Na mondom, jó, hát szegény azért nem az, mint aki a mindörökké Batmanban volt még 95-ben. Gyilkos paraziták című film, angolul The Toad, tehát még nem is rémlett, hogy megvan a gyűjteménybe. Tehát, hogyha láttam már unalmas film, a felidét tartok, és semmi nem történt benne, hát na, nem igaz, hogy kiütött. Tehát ezt megpróbálom befejezni, de ez kegyetlen, tehát egy... Na, már a címe is a gyilkos paraziták, tehát ilyen nagyon gyakran. Ezek a csodálatos címek egyébként, ki tudnak engem nyírni, ezek. És várjál, még amit nagyon meg akartam kérdezni, bár nagyjából kifutunk az időből, még két kérdésem lenne, amit meg szeretnék mindenféleképpen kérdezni. Lehet három is, jó? Jó, igen, három. Az egyik, amit nagyon szeretnék megkérdezni, a legrosszabb horrorfilm remake, amit láttál. Melyik az, és miért? És főleg, hogy az eredeti verzióhoz képest mérve. Uha! Legrosszabb remake.
tök jókat tudsz ám kérdezni most. Hú, ezzel nagyon, ezt nagyon át kell gondolni. Most oda nézek a polcra, hát ha látok valamit, aminek baromi rossz volt a remake-je. Ja, most így látom a Holtak hajnalának ezt a Second Sight-os kiadását, ez gyönyörű, brutál jó. Igen, múltkor megnéztem az Argentókát ott egyébként belőle. Tök fasza, csak szerintem Argento egy kicsit túlhasználta a zenét. Néha zavaró volt egyébként. Ő nagyon szereti a zenét, és itt ebben a filmben szerintem kicsit túlhasználta helyenként. Hát a legjobb szerintem a Extended, a bővített egyébként abból a filmből. Mert én imádom Argentót, csak hogy kivágott egy-két olyan dolgot, például amikor a helikopter levágja a zombinak a fejét. Ez annyira egy jelezetes dolog abban a filmben, hogy pont azt kivágta. Tehát aztán nem értettem, hogy... Vártam, hogy nagy, az jön oda a filmbe, mert most láttam én is elsőnek, csak pont azt kivágta, hát nem mondom, nem áll. Ez egy kedvenc jelenetem. Nekem egyébként rendben volt az Argentókat, nekem tényleg csak annyira túl használta helyenként a zenét, hogy egyszerűen a jelenethez nem illett, olyan hangos volt, és néha csak így pislogtam, hogy most ez így tényleg így leesett a filmből a zene. Tehát ennyi volt egy idővel a problémám, egyébként a mai napig egy tök jó filmnek tartom. De még mindig a kérdés a nagy alap, hogy a legrosszabb remake, amit láttam. Nem tudom. Jobban fel kellett volna készüljek, mert nem tudom hirtelen, melyek a leggyengébb remake. Látod-e a Prom Night-nak a remake-jét? Nem. Nézd meg akkor. Akkor a köd. Ködnek se néztem meg a remake-ét. Akkor ne is tedd, szerintem. Lehet, hogy ezért nem tudok rá válaszolni, mert meg ezért mondtam, hogy nincs bőlem sok remake-kel, mert egyébként úgy alapvetően nem láttam olyan borzalmasan rosszakat talán. Aha. Na mindegy, hogyha eszedbe jut, akkor majd mondod. Megmondom őszintén, hogy a Prom Night-nak az eredetét is nagyon szeretem. Tehát, hogy így... Azért én sem rajongok egyébként, de a remake-je meg végképp nem. Tehát az borzalmasan rossz, pedig megvan Blu-ray-e nekem. A remake-je megvan, az eredeti az nincsen. Tehát, mert jó, a remake-ét valami 2 fontért vettem, tehát ilyen fillérekért. Az a helyzet, hogy például olyan remake-eket sem néztem meg, mint a Black Christmas. Imádom a Black Christmas-t, és egyszerűen elolvastam néhány kritikát a remake-ekről, mind a kettőről, ami létezik. Kettő létezik, ugye? Na igen. Azt hiszem. És megmondom neked őszintén, hogy rengeteg olyan film van, amit azért nem nézek meg, mert elolvasok egy kritikát. Tudom, hogy az eredeti film például baromi jó. Nagyon szeretem. A Black Christmas az egy rohadt jó film szerintem. És elolvastam több kritikát, olyan kritikákat például, akik még adok tényleg a szavára. És úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy nem éri meg az időmet. Tudod, és nem fogom megnézni. És lehet, hogy én csinálom rosszul, mert hogy legalább tudnék róla beszélni, láttam volna, de nem néztem meg, nem, valahogy nem mozgat. Például a Black Christmasnak se, talán másik azért, mert hogy nem érzem azt, hogy kéne neki remake. Nem érzem azt, hogy bármi olyan tudna nekem egy remake adni, például a Black Christmas kapcsán, amit így ért. Talán a Prom Night-ot azt nem tudom miért hagytam ki, mert ott az eredeti filmet szerintem sokkal jobban meg lehetne csinálni. Talán ott tényleg az, hogy ott is azt is sokan lehúzták. De hát nem tudom, megkinerültettem az anyam, hogy tudjak egy olyan remake-et mondani, ami nagyon gáz volt. Na jó, hát ha az ebből majd mondod. A jó. Következő kérdésem, ami lenne, a top 3 horrorfilm rendező, aki szerinted a legjobb, a hármas fogadott? John Carpenter mindenféleképpen. Húha, nehéz, hogy kiket tegyek be. Top 3-ban. Carpenter az első, ez kétség nem fér. Az a baj ilyenkor a top listákon, hogy félek, hogy kihagyok valakit. Hát csak 3-at, aki szerinted a legjobb, akinek a legszívesebben nézed a filmjeit. Hát akkor legyen Carpenter, Pulci, és legyen Argento. Aha, ez szép lista. Ő filmográfiájuk az, ami így, így a legközelebb áll hozzám. Szép lista.
És akkor legyen még egy utolsó kérdés, mielőtt tényleg elköszönünk, mert már túléptük az egy órás műsoridőt lassan, hogy most szóba került például pont Fulci. Tehát az ő filmográfia is azért egy eléggé hullámzó filmográfia, ami sok mindennek köszönhető, producerek, pénzügyek, betegsége is volt szegénynek, mikor hogyan dobálták, meg próbálták ugye mindig elérni nála, hogy másolja az éppen legtrendibb filmet, nem mindig csak horrort volt, hogy sci-fit, akciót, komédiát, minden, de egy nagyon tehetséges emberről beszélünk, hiszen csinált kiváló dzsálókat, horrorfilmeket, krimi filmeket, mindent, ami létezik, azért ő egy elég széles skálán mozog az ő filmográfiája. Ha egyszer csinálunk, lehet egy olyan adást is, amiben bővebben beszélünk egy-egy filméről, nem az összesről, az lehetetlen lenne. És a legjobb Fulci film szemedbe melyik, és melyik a leggyengébb, amit láttál? Maradjunk a horror zsánerén belőle. Tehát, ha jól tudom, nem ők 100%-ig biztos benne, szerintem 20 horror filmje van. A múltkor láttam egy listát, hogy valaki pont összeszámolta. Biztos nem láttam mindet egyébként. A legjobb egyébként az nagyon könnyű mondanom, a kedvenc dzsállómat ő rendezte egyébként, tehát hogy így erre nagyon könnyű vált. A Ne zaklasd a kiskacsát, a Don't Touch Your Duckling, azt a filmet imádom. Az a film, az a kedvenc dzsállóm. Ahhoz képest is, hogy nem egy tipikus dzsálló, tehát hogy a környezet is teljesen máshol van helyezve, ugye nem az a tipikus dzsálló, de mégis az, szerintem az a legjobb filmje. Szeretem a City of the Living Dead-et is egy baromi jó filmnek tartom, a The Beyond-ot is egy baromi jó filmnek tartom, a Zombit például baromi jó filmnek tartom, és a Beyond volt az első film, amit láttam tőle, és szívem szerint azt mondanám, hogy a Beyond a kedvencem, mert ott is vannak olyan dolgok, amik miatt imádom azt a filmet, például a befejezése az egyik, amit ugye a Void kapcsán is felhoztam, az nekem ez egy hihetetlenül maradandó élmény volt, de a Don't Torture a Duckling az, ami nekem a szívem csücske. Amióta először láttam azt a filmet, azóta valamiért nagyon szeretem. Legrosszabb pedig... Üha! Nem tudom, hogy... Az se kifejezetten... De nem úgy mondanám, hogy rossz volt, hogy nem szerettem. Mert el voltam vele, de talán ami a legkevésbé fogott meg, az a Cat in the Brain volt, talán. Ugye ott saját magát alakítja benne Fulci, és az olyan, nem tudom, kicsit olyan fura volt nekem az a film. De nem mondanám azt, hogy nem szerettem, vagy utáltam volna azt, hogy rossz, nagyon rossz filmnek tartanám, ha már egy horror zsánerén belül vagyunk, de olyan kifejezetten rossz filmet még nem láttam tőle, viszont nem láttam minden filmét, tehát hogy nem az a fajta horrorfilmfogyasztó vagyok, aki így, tudod így, és akkor mindent megnézek egy adott rendezőt, vagy olyan, hanem így, amilyen kedvem van, ahogy esik úgy van, filmnéző vagyok, úgyhogy nem tudnám a teljes filmográfiáját felsorolni Fulcinak, de talán a Cat in the Brain volt az, ami a kicsit kilógott nálam a sorból. Abban is voltak egyébként kifejezetten kemény jelenetek, tehát hozta a formáját az öreg egyébként. Hát igen, az volt szegénynek úgymond az utolsó nagy dobása, tehát na, ahhoz képest nagy dobását fillérekből csinálták. Nem tudom, láttad például a Door to Silence, az volt az utolsó filmje, az egy ilyen thrillernek lehetett mondani. Nem, azt nem néztem még meg. Sokan azt tartják a leggyengébbnek, azt hittem azt fogod mondani, csak akkor ezek szerint nem láttad, de egy elképesztően unalmas filmről beszélünk, tehát úgy semmi nem történik benne, hanem egy csávókkal csak úgy vezetget, megy, úgy jön, egy road movie lenne az egész, és így gondolkozik, és ilyen természetfeletti dolgok, mintha történnének, de mégse, ilyen igazi tök unalmas. És az volt a legjobb az egészben, például ezt is csinálták, és Joe D'Amato, aki egy horrorfilm rendező volt, meg producer, pornófilm rendező, meg minden, ő pénzelte az egészet, meg Fulci írta azt a novellát. És akkor mondta Joe D'Amato, hogy ebből csináljunk filmet, és azt mondta neki Fulci, hogy megcsináljuk, de bukta lesz. Nekem mindegy, én megcsinálom, de bukta lesz. És akkor hát az is lett a film, megbukott nagyon. Úgyhogy, na hát figyelj Zebra, nagyon jól beszélgettünk, nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettél. Én köszönöm a meghívást, legközelebb jobban felkészülök, mert voltak olyan kérdések, amik egy picit tényleg a legrosszabb remake-en még mindig gondolkozok, hogy melyik az, ami annyira csapnivaló volt. Tudod, hogy... melyik az, segítek neked, a Rob Zombie féle Halloween. Csak viccelek. A maga nemében, az egy nem jó film, de a maga nemében még azt se utálom annyira, az az igazság. Tehát, hogy én el tudom képzelni, hogy van
van az a helyzet, hogy az a, ahol az a film még így jó is, tudod? Tehát, hogy így nem utálom annyira azt a filmet. Nem mondom, tényleg nem egy jó film egyébként, de nem utálom. A másik része az, az borzalmasan rossz, tehát ez meg tényleg borzalmasan rossz. De mindig a remake-ek kapcsán egyébként eszembe, hogy nem tudom, hogy te mennyire tartod a The Thing-et remake-nek, mert én szerintem nem az, csak sokan szeretik oda sorolni. Én szerintem igazából az a regénynek egy másik feldolgozása, de egyébként a feljött már nagyon az beszélgetés elején, nem tudom, most így beugrott, hogy az inváziós filmek. Az eredeti The Thing from Another World-ot, azt egy annyira rossz filmnek tartom egyébként. Mindenki az egekig magasztalja, de én szerintem az egy rossz film. Én nem értem egyébként, hogy beszélgetettünk egy inváziós filmekről is, ha gondolod. Megnézettünk. Most, amit mondtál, ez egy ilyen népszerűtlen vélemény. De egyébként ma csinálunk egy ilyen videó, vagy egy ilyen beszélgetés egyszer, népszerűtlen vélemények. Hogy legyen. Ugye, igen, ez hogy összehozzuk. Való film. Na, majd összehozzunk, mert nekem is van egy-kettő ilyen, hogy az egekig magasztalnak filmeket, és én meg úgy nem. Például pont a világító toronyt, a Lighthouse, hogy én nem tudom, egyszerűen az emberek mit szeretnek, meg a Midsummer, meg ezek. Meg például a Rob Zombie filmeket sem értem, hogy miért szeretik olyan sokan, amikor én egy jó filmét nem láttam még. És amit láttam Rob Zombie-tól, azt így azokból szerintem a Rob Zombie filmekből meg a Halloween egy jó. Tehát, hogy az még kiemelkedik így az ilyen ezer halott háza meg az ilyenek mellett, hát azokat én nem is értem. Szerintem az csak amerikaiaknak készül, mert nem tudom elképzelni azt, hogy ezt hogyan lehet élvezni másképpen, ha nem vagy amerikai. Tehát nekem az annyira... Egyébként ez a bajom a The Thing from Another World-dal, hogy az egy ilyen második világháború utáni propaganda film. Tehát az szerintem én ahhoz csak nem vagyok elég amerikai, hogy tudjam élvezni ezt a filmet, de hogyha egyszer ez a szóra szól, akkor kifejtem, hogy mi a bajom azzal a filmmel igazából. Igen, egyébként így csak annyit még megjegyezni. Szerintem a Rob Zombie filmeket igazából azok élvezik, akik ők zenébe is nagyon Rob Zombie fanatikusok. Én ezt úgy veszem észre, hogy az ő zenei rajongó tábora a filmjeit is nagyon szereti, mert hogy egyből ő csinálta, és most lehet, hogy az én kedvenc zenészem is csinálna egy filmet, nem látnám, hogy milyen rossz, hanem úgy lennék, hogy ő csinálta, és akkor így tetszik. De én nem hiszem, hogy valaki csak úgy létezik, hogy Rob Zombie filmrajongó. Tehát úgy nehéz nekem elképzelni, mert olyan furcsák a filmjei. Vagy én nem tudom, így nem veszem az adást. Tehát nem tudom. Még a zenéje se jobb, tehát, hogy így... Bocsánat, hogyha valaki szereti, de én azt sem szeretem. Nem igazán hallottam még zenét tőle, hallottam biztos, csak úgy nem az én világom. Na, tényleg mit elvágy zombi zenekart meg. Nem az én stílusom egyébként az ő zenéje. Na még egyszer köszönöm akkor, hogy elfogadtad a meghívást, és akkor ezt majd folytatjuk majd. Hát reméljük, hogy havonta egy ilyet azért tudunk csinálni, mert jó pofa. Ha havonta egyszer össze tudnánk ülni, aztán beszélgetni egy-két dologról. Én köszönöm a meghívást, én meg hogy így része lehetek a csatornádnak. Hát ez alap. Aki meg végignézi, az meg kommentálja, hogy mennyire tetszett a tudás, meg hogy tetszettek a témák, meg ilyesmi. És a következő videóig is mindenkivel szeretet és béke legyen. Sziasztok!